A rezsitámogatásról, az energiapolitikáról fejtette ki a véleményét Kuncze Gábor, volt belügyminiszter, aki szerint azonnali segítséget jelentene a sávos támogatási rendszer a rezsi kapcsán a háztartások számára. Energiatakarékosságot segítő programokra van szükség. A megújuló energiában igenis óriási tartalékok vannak. Ösztönözni kell a háztartásokat, illetve ha igaz az, amit mondanak, hogy a hálózat nem bírja el a napelemrendszereket, akkor miért nem fejlesztettük eddig a hálózatokat, és akkor most kell a hálózatokat fejleszteni. Egy sokkal átgondoltabb energiapolitikára lenne szükség. A DK közéleti előadás sorozatának nem titkolt célja a közösségépítés, mondta el Rácné Földi Judit. Azt gondoljuk, hogy most, hogy ilyen helyzet van az országban és a városban is, és mindenki próbál begubózni, szeretnénk őket kicsit kirántani ebből, és azt tervezzük, hogy az egész tavaszig menni fog két heti rendszerességgel. Hatodik alkalommal várta a közéleti előadásra a Demokratikus Koalíció székesfehérvári szervezete az érdeklődőket.